Karácsony első napján, december 25-én egy kis figyelmességgel kereste fel Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, az ügyeletben dolgozó kéklámpásokat, így a katasztrófa védelem szakembereihez, valamint a rendőrökhöz is ellátogatott. Karácsonyi útján unokája és veje is elkísérte. Karácsony van, és sokan bele gondolnak, hogy mennyien dolgoznak ilyenkor értünk, és mennyien vannak ott, helytállnak rendőrök, tűzoltók, akik, hogyha baj van, vonulnak, balesethez tűzöz, és tényleg megvédenek bennünket, csak egy telefon, és ők már is otthonnak, nagyon gyorsan, mint a villám. Mi nagyon hálásak vagyunk, hogy dolgoznak. Ezen a napon, karácsony első napján eljövök, és egy ajándékcsomaggal kedveskerek nekik. Örömmel köszöntöm őket, hiszen nekik is lenne családjuk, ahol eltöltenék az ünnepet, ők is tudnának más irányba menni, pihenni, szórakozni, vagy bármi, ehelyett ők helyt állnak. Szabó Zsolt a hatvani kórház sürgőségi osztályára is ajándékkal érkezett. Karácsonykor nekik is akadt dolguk, mint a katasztrófa védelem szakembereinek, vagy éppen a mentősöknek. Ugyanis hármas koromból történt az M3-ason hatvan térségében, hort felé. Szerencsére mindig vannak, akik vigyázzanak ránk, most is voltak aki segített a bajban. Nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik az egészségügyben ott vannak, ügyeletet adnak, sürgősségén ott dolgoznak, mentőállomások ott dolgoznak, a mentősöknek, akik értünk szaladnak, értünk rohannak, hogyha baj van. Ne kelljen, de nagyon hálásak vagyunk, hogy ünnepnapon itt vannak. Hálásak lehetünk azért, mert az ünnepek alkalmával is ügyeltek a mentősök, a tűzoltók, a sürgősségi osztály dolgozói és a rendőrök is. Volt segítség karácsonykor is.